Üdv mindenkinek az Agile Tips with Balázs and Friends csatorna legújabb adásában. Iratkozzatok fel, és ne felejtsétek a notification ikont sem, hiszen rendszeresen friss tartalommal jelentkezünk. Támogassatok minket Patreon oldalunkon, mert minden bejövő forintot jótékony célra fordítunk. További szakmai tartalmat találtok a scrummastersuli.com, illetve a productownersuli.com blog oldalain. Köszönjük! Kanyarodjunk rá egy picit arra annak a pszichológiájára, meg annak a megélésére, amikor a silókból létrejöttek ezek a csapatok. Mert ott azért volt ellenállás, volt prüszkölés, volt össze-vissza rendeződés. Nem minden csapatot találtunk el rögtön az elején, hogy ki hogyan kivel illik össze. Erről még egy kicsit beszélgessünk. Jó, ha van dolog ebbe a három évbe, amiben én teljesen biztos voltam, hogy ezt valahogy így kell csinálni, mert az előző tapasztalatom ezt mondta, az volt, hogy itt ilyen tananyagfejlesztő csapatokat kell létrehozni, és nem külön-külön kezelni ezeket az erőforrásokat. Úgyhogy nagyon sok minden új volt, agile működés, értéklánc, stb. De ez teljesen biztos volt, hogy a tananyagfejlesztés az így fog tudni valójában jól működni. De valóban, amikor átálltunk erre, akkor, hát elmesélek erről nagyon röviden egy történetet, elmondtuk az embereknek, hogy hát szeretnénk megvariálni a működést, szeretnénk a szakterületeket felbontani, és gyártószigeteket létrehozni, és úgy összeültetni az embereket, akkor az egyik szakterület összeszedték ott az embereket, nem is tudom, akkor hányan voltak, szerintem mondjuk 8-10, behívtak engem, behívtak az én főnökömet, és akkor hát így elkezdték mondani, hogy ez így nem fog működni, és annyira megvan bennem, tehát hogy szerintem ezek azok a sztorik, amik így mindig megmaradnak benned, amikor így megszól az egyik kolléga, hogy hát figyelj fel, hogyha ezt így gondoljátok, én garantáljuk, hogy ez így nem fog működni. Ez a kedves barátom, ezt a mondatot gondoljuk újra. Mit jelent az, hogy garantálod? És ugye nem ez a cél. És azt jó, nem úgy értettük. Természetesen érthető volt részükről a félelem, mert ők szakmailag támogatták egymást folyamatosan, és egy kicsit úgy érezték, hogy ezzel el lesznek szakítva egymástól. Ilyenkor soha nem gondol bele az ember abba, hogy de amúgy egy helyen vagyunk, tehát egy munkahelyen vagyunk, az, hogy nem egy irodába ülünk, hanem át kell menni a másik irodába, mert ott ül aki engem eddig támogatott, az egy dolog. Másrészt meg be kellett vezetni azokat az eseményeket, amik ezeket a szakmai csapatokat... Így van, a community of practice. Így van, együtt tartja. Igen. És ők meg tudják beszélni ezeket. Abban az időben még minden szakmai csapatnak volt szakmai vezetője, akiknek a feladata volt az, hogy bizonyos eseményeken, amit ők határoznak meg, ez lehet egy reggeli vagy ebéd utáni kávézás, teljesen mindegy, de mondjuk ilyen heti rendszerességgel átbeszéljék egymás közt, hogy ki mivel találkozott esetleg, milyen újdonságok vannak, és fejleszék igen a szakmát. Nagyon különösebben nem szerettem volna beleszólni abba, hogy ezek hogy zajlanak. Én úgy érzem, hogy ez tényleg az ő felelősségük volt, és azt így többé-kevésbé művelték is. Igen, tehát ha lehetővé tesszük, hogy ilyen történjen, ha rá tudjuk venni őket, hogy ebben partnerek legyenek, akkor már többet tettünk, mint bárki általában, és innen már tényleg a legtöbb esetben azért megoldják akkor azt, hogy így van. Ez számukra hasznos legyen, így van. És előre mutató. És egy nagyon-nagyon fontos gondolat, annak a területnek ők a szakértők. Így van. És ők fogják tudni a legjobban a saját magukat meghatározni. És ugye, hogyha ha jól vannak megfogalmazva az elvárások a gyártószigetekben, hogy mire van szükségünk az egyes szakmáktól, ami persze nem triviális feladat, még ez sem. Így van. De akkor már azok, akik tényleg prók, ennek
tudni fogják a módját, hogy hogyan De ez nem kell prónak lenni. Hogyan építsék fel. Ők valójában egymást viszik. Igen, tehát, hogy egyik erősíti a másikat, hogyha esetleg van egy kicsit szakmailag gyengébb, az ugyanúgy fölzárkozik természetes módon a többiekhez. Sőt, általában az van, hogy aki erősebb, segíti is. Igen, erősen. És annélkül, hogy ezt mondani kéne. És de részben igen, ugyanakkor meg emlékszem, hogy egy csomószor beszélgettem ott is egy csomó kollégával arról, hogy nem, tehát hello, ér segíteni a másiknak. Szabad átmenni a másik gyártószigethez. Ez nem arról szó, hogy akkor innentől kezdve dimenziók választanak el embereket meg csapatokat egymástól, de mégis annyira furcsa, hogy egy-egy ilyen gipszkarton falnak és másfél méternek milyen távolságtartó hatása van. Jegyzem meg, ez mindig sokkal egészségesebb, mint egy hatalmas open office-ban. Az biztos. Nekünk marha nagy szerencsénk volt, hogy gyakorlatilag akkora irodák voltak, hogy tényleg elfért egy-egy gyártósziget egy-egy irodába, tehát lehetett tudni, hogy a 323-asba ez a csapat van, a 324-esben meg az. Valóban egy gipszkartonfal választotta el őket, és sokszor ez a gipszkartonfal igazából akadály volt, de azért én azt gondolom, hogy elég gyorsan rájöttek, hogy van ott egy ajtó, amin abszolút, és de ugye neked kellett játszani ezt a hidat. És kellett valaki, aki egyébként összekötögeti őket. Még sokáig. Én erre már nem is emlékszem. Úgyhogy jó, volt pár beszélgetésünk, amiben azért így... Na. Nem is tudom, hogy fogalmazzak. Majd máskor. Hagyjuk. Így van, ez már történelem. Igen. Írjuk át, húzzuk ki. Igen. Oké. Gyakorlatilag végigmentünk azokon a kulcs szavakon, amiket szerettem volna érinteni abban, hogy a Toyota gyártószigeteit hogyan lehet lebontani és átültetni a gyártásból tudásalapú gazdaságba. Az, hogy most ugye ebben az esetben tananyagfejlesztésről volt szó, kvázi igazából mindegy is. A legfontosabb kulcsmomentumok az volt, hogy a cross-functionality, a funkciókban end-to-end valamit elkészíteni képes csapatokat tudtatok nevelni, miközben a csapatok mellett az egyes szakmákat, a silókat nem dobtuk el teljesen, hiszen ott a community of practice-ben lehetett fejleszteni a szakmát, nyilván a stratégiai célokkal azért összhangban, nem csak lát-pull-lát. Az, hogy mellette ott volt egy komoly támogató vezetés, egy jó logisztika, egy jó IT, ami lehetővé tette ezt az egészet, hogy tudtatok értelmezni, vagy tudtátok értelmezni és gondolkodni az értéklánc feltérképezésében, aztán ugye optimalizálásában, hogy a Kanban táblák és a Kanban rendszer, a Kanban gondolkodás segítségével egy ilyen early warning, hogy mikor kell beavatkozni, vagy éppenséggel nem kell beavatkozni. És ezek igazából így azok a legfontosabb elemek, amik utána, ha a csapatot tényleg motivált, ez esetben nyilván ez adott volt, akkor megtalálják a maguk útját ahhoz, hogy aztán a produktum mennyiségében is, minőségében is meghaladja azt, amit korábban csináltál, plusz ne okozzon kiégést és folyamatos túlmunkát. Igen. És még egy nagyon fontos tényező, hogy mindig megvolt a lehetősége, ebben a rendszerben mindig megvan a lehetősége az intuíciónak. Uh-huh. Tehát annak, hogy elő tudjam venni a legjobb énemet, és ki tudjam azt használni, amit még nem is tudok, hogy tudok. Igen. És szerintem ez mindenkire igaz volt, és előbb-utóbb erre mindenki rájött, még hogyha nem is tudatosult benne, de abszolút intuitíven, hozzá tudta tenni a saját legjobbját, amire éppen abban az időpillanatban képes volt. Tudták magukat önszerveződően úgy igazgatni, hogy a többieket is figyelembe vették, és ettől egy szerves egészként tudott ez, igen. ez működni. Igen. Úgyhogy igen, és ez nem egy hónapos program volt, meg három hónapos program volt, hanem itt három-hat hónapokról, meg évekről beszélünk. Igen, tehát hogy alapvetően azért szerintem
majdnem egy, nem tudom pontosan, de 9 hónap biztos volt, mire eljutottunk oda, hogy átálltunk egy ilyen alap valamire, és onnantól kezdődött a csiszolása. Igen. És egész addig, amíg ezen dolgoztunk, ez egy folyamatos fejlődés. Ez folyamatosan fejlődött. Így van, tehát ez soha nem ér véget valójában. Ez egy, mondjuk úgy, hogy egy evolúció, ami folyamatosan zajlik. Az eleje az nálunk egy viszonylag hosszú időszak volt, de nem bánom, hogy ez ilyen hosszú időszak volt. Lehetett volna rövidebb is. Nem veszítettünk ezzel. Abszolút. Nem veszítettünk vele. És valóban, amit mondtál, az egy nagyon fontos dolog, hogy egy valamilyen adott állapotból amúgy viszonylag gyorsan sikerült eljutni egy minőségi ugráshoz. Igen. Mind a sebességben, mind a minőségben, tehát a tartalmak minőségében. És ez alapvetően szervezési és vezetői felelősség. A felelősség az igaz, így van. De nem feltétlenül feladat. De nem, de meg, igen, igen. Mert ez mindannyiunk közös ügye. Feri, nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Szuper. Remélem nektek is hasznos volt. Minden szakmai kommentet nagy szeretettel veszünk továbbra is. És vigyázzatok magatokra, sziasztok! Hamarosan újabb részre jelentkezünk, úgyhogy ne felejtsetek el feliratkozni és a notification ikont is megnyomni. Támogassatok minket Patreon oldalunkon. Sensei szintű támogatóink a leírásban. Köszönjük, nélkületek nem menne. Minden bejövő forintot jótékony célra fordítunk. További szakmai tartalmakat találtok blogjainkon, a scrummasterschooli.com és a productownerschooli.com oldalain. Köszönjük!